Thank you.
Sokat, de nem picit, de forma egyezünk, és itt is itt van Miki, nem mekkora műne. Milyen macska. Mi helyzet, srácok, hogy vagytok itt ezen a pénteken, ahogy nagy éleslátásra a bizonyságot adva meg is egyezte valaki. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy egy éve támogatott feliratkozásod a csatornát, nagyon király vagy, nagyon hálás vagyok érte. Darth Mogi, nagyon szépen köszönöm, hogy... ja, alkalom véve. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy harmadik hónapot támogatod a feliratkozást az a csatornát. Nagyon király vagy, nagyon hálás vagyok érte. Mi a helyzet? Szia Levu, szia Laci, hello Green Kobe, mi a helyzet, tök jó itt vagy, Kairos, szép estét neked is. Szia István, mi újság? Szia Sorry Dream, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Szóval köszönöm szépen, srácok, jár a zene, természetesen. Szia Gergő, milyen érzed, tök jó, hogy itt vagy. És már nagyon jót fogunk menni, bár nem tudom, hogy hol. Még nem találtam ezt ki. De előtte a kötelezőkörökről egy-két mondatot. Egyrészt van új követő hangunk. Úgyhogy amint lesz egy új követés, hallhatjátok, hogy mi az új követő hang. Gondolkoztam, hogy követő legyen, vagy donate hang, mert a követő hang annyira tök jó. A donate hang meg annyira ritka, de hogy gondoltam, hogy oké, okay, akkor legyen a követő hang, hogy halljuk is néha azért, ne csak nagyon ritkán, és ezzel már be is szegvéjeltem magam a következő részére mondani valónak. Ez pedig, hogyha szeretnétek LEGO streamet a csatornám, akkor elősegítetek azzal, hogy donétáltak egy-két eurót, vagy ilyesmit, az alul található donate gomb segítségével, mert hogy... ez is egy opció, mert hogy most látjátok, hogy itt zajlik lent egy ilyen gyűjtés. Na most erről viszont azt kell tudnotok, hogy ez nem biztos, hogy végül is feltétlenül az lesz, amit meghirdettem, mert elbizonytalanodtam, hogy ha már ilyen vissza nem térő lehetőség van, akkor nincsen egy olyan készlet, ami esetleg jobban illik ehhez. Szintén Star Wars-os készlet, és szintén streamben raknám össze, de felmerültek más alternatívák is, csak ezt akarom ezzel mondani. Az iroda egy darab jó, hogy maradt a képernyőn. Azért, mert amit használunk kivágást a Forma 1-nél, az ilyen. És most be van nyomva, és nem fogom átállítani erre az 5 percre. Úgyhogy most ez így, nem tudom, küzdjetek meg valahogy a lelketekkel. Csillagromboló? 70 euróból? Nem. Hanem... annyira zavar, hogy itt nincsen kijelző felvétel. Egyre kijelző felvétel egy. Hát nem ez kellett volna, hanem a másikat. Nyilván. Most téged hogy töröllek? Goddammit. Ah, eltávolítás, oké. Akkor nézzük meg a másikat. Ez ugyanaz. Jó, akkor csak ezt kell átalakítani, gondolom. Én kicsibe. Szóval amire most megy a gyűjtés, az... visszakapcsolom mindjárt a zenét, mert ez nagyon depresszív így. De hangos vagy. Miért ilyen hangos YouTube? Mindegy. Szóval az itt ez. Tudom, hogy látjátok, over is. Nincsenek titkok megnyitva szerintem.
N1. Na, god fucking damn it. N1 Naboo Starfighter Lego, valami ilyesmi. Ez itt. És ez cica, igen, erre jár a cica fej. Szóval ez itt, erről van itt szó. És fel ne borítsd a kávémat, te állat! És ez volt az első, és több dolog miatt is nagyon tetszik nekem ez a készlet. Az, szia BGK, betyá, hogy egyébként milyen zetökét vagy. De legfőnképpen azért, mert benne van nem csak, hogy Grogu, hanem a BD-1 is benne van. És ez nekem nagyon tetszik, ezeket nagyon szeretném én birtokolni. És maga a készlet is nagyon menő, mert maga a hajó is nagyon menő. Viszont van egy ilyen, hogy, és kb. Mondom, ugyanannyiba kerül, Star Wars Diorama. Ennek van három verziója. Van ez, ez, meg ez. És és igazából ebből egy tetszik, mert mindegyik nagyon tetszik, de itt tök jól néz ki. Szia, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. De hogy ezek kicsit, hogy is mondjam, csak komolyabb készletek, és ezek olyanok, amiket így felraksz a polcra, és ott az úgy van. És tök jól néz ki. És lehet, hogy most inkább ilyenekben kéne gondolkoznom nekem, mint felnőtt embernek. És van ez, amikor így a csillagrombolóban így mindjárt meghalnak. Meg van ez, ami szerintem a legmenőbb, amikor Darth Vader üldözi Luke Skywalkert a csillagrombó, hanem a halálcsillagnak a trench ranya során, és meg látjátok, ugyanannyiba kerül kb. Jó, mondjuk, ez nem, ez hazugság. Ez 24 ezer forint, ez 30 ezer forint, ez meg 90 dollár. De járna egy mandalorai kincs ilyen hozzá. És a repülő is jól néz ki a polcon. Szó. Na mindegy, szóval ha van kedvetek, akkor dobjatok bele egy kicsit. Akármi is lesz a végeredmény, az biztos, hogy hogy streamelve lesz az összerakása. Mert ez lett ígérve. Milyen jó volt, milyen volt a helyetetek? Macska, mi mindig itt van. Szia. Hosszú és fárasztó. Ha, ez vagy hiszed. Na jó, amit most fogunk csinálni, az ugye formajegy. Formajegy 2021-ezni fogunk mi itt ebben a streamben. Nem akarom húzni az időtöket, mert nagyon rövid streamet tervezek. Nincs se energiám, se kedvem hosszú streamet tartani. Majd hát, ha időközben megjön, de a formajegy streamek inkább arról nevezetesek, hogy közben fogy el a lendület, nem pedig érkezik meg. Ettől függetlenül az a kérdés, Zsófi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donétet, nagyon-nagyon király, hogy nagyon hálás vagyok érte. Hát most már nagyon közel vagyunk a célhoz. Mi a helyzet, Zsófi? Tök jó, hogy itt vagy. Ugye milyen epikus? És akkor most az a helyzet, hogy hamarabb hallottátok a donét hangot, mint hallottátok volna vagy hallottátok a bekövetés hangot, szóval lehet, hogy rosszul döntöttem, hogy melyiket cseréljem le. Ettől független valaki itt van és még nem követ, az legyen a jó, hogy kövessen már be, aztán kikövethet csak, hogy halljuk a hangot, mert szerintem tök jó hang lett. Mármint nem saját hang, nyilván egy játékból van, de megtaláltam egy olyat, ami szerintem illik ehhez a dologhoz. Szóval, time trial, megkezdünk, mert hogy ugye pályaismerkedéssel kezdődik mindig ez. Szerintem a játéknak gyakorlatilag nincsen hangja egyébként. Aha, lejjebb van véve ez is. Mert ez mert volt egy bug, hogy Jeff tök halk volt. Most hát talán lesz hangja. Épp két szikladás között végig, szóval a félig lurk mód megy ma. Ó, hát az mondjuk, ez pont jó ez a content típus. Sok sikert hozzá. Meg ügyesem. Mindegy, milyen kocsival megyek. Csak szerintem ugorjunk neki. Legyen egy Williams.
És csak az a kérdés, hogy melyik pályán legyünk, mert hogy ugye az a helyzet, hogy a most a hétvégén a Miami nagydíj lesz. Viszont a Miami nagydíj értelemszerűen nincsen benne a 21-es naptárban, mert egy zsírúj pályáról van szó. Szia Fábi, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Mit küldtél? Fontos, most megnéznem. Szóval az a kérdés, mert hogy amit én hát végül is arra jutottam, hogy oroszozni kéne, akármennyire is nem tetszik az elképzelés, mert mert hogy az úgy sem lesz, tehát a 100%, hogy orosz nagydíj nem lesz már idén. És akkor végül is, értitek, akkor nem veszük el mástól a helyet. Mert hogyha valami mást csinálunk, akkor meg az van, hogy akkor azon a pályán kétszer vagyunk. Ugye Kínát már kilőttük egyszer, és több nagyon nincs olyan, ami itt van a játékban, de nem lesz benne a Forma 1-ben, a 22-ben. Mondjuk azt, hogy ukrán nagydíj. Kína már volt a múltkor. Két verseny ezelőtt kínáztunk. Portugál nem lesz? Vagy volt? Vagy valami? Az is kiesik? Idénre. Akkor legyen Portugál. Jó, lehet Portugál, bár nem annyira szeretem a portugál pályát, de legalább technikás. Bahrein volt. Legyen tehát a portugál tuti nem lesz? Hát bocsánat, ezt most ellenőriznem kell, ezt most konfirmálnom kell. Tudom, hogy te értesz hozzá, de F1 2021 22 menetrend, versenynaptár, tehát M4 Sport elmondja nekem. Hát ez nem az, amit én keresem. Ja, de végül is igen. Bahrein, Saud, Ausztrál, Imola, Miami, Barcelona, vagy Barcelona, Monte Carlo, Baku, Montreal, Silverstone, Spielberg, Le Castellet, a helyet lesz egyébként a másik francia. Ja nem, az a Borikának a másik neve, igaz? Magyarod, Francorchamps, Zandvoort, Monza, Singapur, Suzuka, Austin, Mexikó, São Paulo, Abu Dhabi. Azt hiszem, hogy Fábio igaza volt, nem tudom, miért értékeltem benne. Szokás hatalma. De hogy igen, akkor... Nem az a kérdés, hogy a 22 játékban benne lesz, hanem hogy lesz-e róla a futam. Mert hogyha van róla a futam, tehát hogyha nincs róla a futam, akkor az tök jó lesz. Ilyen pótlásnak. Mert valahogy pótolni kell. Akkor legyen a Portugália, mint egy. És akkor csinálj meg pár kört itt. Az a egyetlen probléma, hogy Portugáliában már versenyeztem párat. Itt streamben is. Emlékeztek? Az egyik kb. Első stream az Portugália volt. És most visszatérünk ide, de most már sokkal bölcsebbek vagyunk, bár az is igaz, hogy ez nem kormánnyal volt talán. Hanem így, csak így simán. Jó, de rossz helyen van ez a kormány. Szia Dránk Antioxidant, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Így inkább. Így a képernyő nem jó. Állítok, állítanunk kell kicsit. Hashtag pro streamer. Ez ide, és akkor kicsit talán középre. Ja nem, az meg másokból nem jó. Istenem, miért van ez így? Jó, hát kicsit oldalvást leszek, hát Istenem. Vagy esetleg szűkebbre veszem az egészet. Tehát ezt és ezt is. Most mindent kijelöltem? Wow. Így beljebb viszem, és akkor nem olyan feltűnő, hogy az egyik oldalon több a hely, mint a másikon. Ez jó így? Kicsit lehet lejjebb. Vagy ez feljebb? Nézőpont kérdése. Nem lesz hosszú stream. Aztán utána megmegyünk és csinálunk egy futamot. És így ennyi. De hogyha valamiről szeretnének beszélgetni, akkor... gyorsan elvette ezt a kört. Tényleg majd le kell vennem striktre, vagy striktről a pályahatárokat, majd szóljatok rám.
Szóval, ha szeretnének valamiről beszélgetni, akkor nyugodtan dobjátok be ide, és megbeszélgetjük. Szia Csapsz, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Ez a kérdés most be van-e rendesen lőve a logi cucc, várjátok, azt ellenőrzöm. Hát szerintem nincs. Szerintem nincs rendesen belőve. Ajajajaj. I like all things Logitech. Annyira jól működik a izéje. Mondjuk oda. Ez az illesztő program. Hogyha ugyan ezt a program valamiért összeomlik, vagy nem fut, akkor... Igen, 360 engel. Akkor, hogyha nem tudja azt se nézni, hogy az egér, az mikre van beállítva, tehát a színeket, azt így lelő ki magáról, a kormánybeállításokat... Ja, meg lesz. Összeszedem magam. Na, fussunk egy jó kört. Arra is gondoltam, hogy esetleg lehet, hogy meg kéne ezt játszani. Hogy leveszem, mindentől függetlenül, leveszem a nehézséget 30-asra. És ha 30-asra van a nehézség, akkor az azt jelenti, hogy beleférnek hibák. Nagyon sokszor azért tekerem vissza, mert ugye hibázok, és mivel hibázok, ezért elveszíteném mondjuk a pozíciót, vagy valami ilyesmit. Vagy esélyem sem lenne beérni a többieket. Viszont egy 30-as nehézségen nagyon-nagyon könnyen fel lehet zárkózni a... Jó, nem nagyon-nagyon könnyen, de viszonylag könnyen fel lehet zárkózni a bolyhoz. És akkor... Simán belefér, azt egyszer-kétszer kicsúszok, mert akkor egyszerűen csak visszamegyek, és akkor megint elkezdem close-olni a távolságot. 30 easy? Hát szerintem az már nagyon easy. Lehet már very easy is megvan, hogyha van ilyesmi a játékban, amiben még nem vagyok biztos. De akkor ugye nagyjából kiszednénk a visszatekeréseket. Meg még az is eszembe jutott, hogy akkor lehet, hogy mit tudom, ki kéne kapcsolni a törést. És akkor viszont tényleg semmi oka nem lenne arra, hogy visszatekerjek. És akkor akár vissza is lehet, ki lehetne kapcsolni a visszatekerést is. És lehet, hogy ez kicsit ilyen érdekesebb élmény lenne onnantól kezdve. Mindig elveszi ezt a kört, nem tudom, egyszer mindig túlságosan kiengedem. Hát úgy van, hogy tehát külön be tudod állítani azt, hogy a nehézséggel az AI-t állítod be. És így ennyi, hogy milyen gyors köröket fut igazából. Ennyit állítasz az AI-om a nehézséggel. Magadnak ugye azt tudod állítani, hogy mennyire legyen szimulátorszerű. És nekem, hogyha az így lenne egy külön csúszka, akkor nekem az very hard lenne. De azon nem is akarok állítani. Mert az nekem teljesen megfelel, hogy van ilyen tök sok tétje a dolognak. Hogy amikor hibázol, akkor kicsúszik az autó. Oda kell figyelni a kigyorsításokra is, meg mindenre is. Mert hogyha beállítod ilyenre, hogy mit tudom én, a kipörgésgátló az így fenn legyen, be legyen kapcsolva, meg stabilizátorba legyen kapcsolva, meg esetleg legyen a pálya is kirajzolja neked, akkor az ilyen olyan, hogy igazából csak körbe-körbe kell menni, és így kész. Szerintem nincsen túl sok sport jellege.
Az autóra nincs hatással az AI nehézség állítás, tehát így is hívják, hogy az AI nehézséget állított. Az egészen másik menüpont, mikor nem az AI-t, hanem a saját autónak a kormányozhatóságát állítod. Ugye annyira lehet menni alfába, amennyire csak akarsz, tehát hogyha akarod, bekapcsolatod azt, hogy fékezzen neked az AI, sőt még talán, vagy a fékezzen neked a játék, sőt még talán azt is be lehet állítani, hogy a... Hoppá! Végre egy kör, amikor nincsen invalidálva, de az is sikerül megpörögni. Szóval még akár azt is be lehet állítani, ha jól emlékszem, hogy valamennyire rásegítsen a kanyarodáskor. Nem kanyarodik helyetted, mert az, mert tényleg az túlzás lenne, de például elkezdi itt a kanyarodást. És akkor így, nem tudom az miért jó bárkinek is, de ilyen is van. Nálatok 40, de ti profik vagytok, azért 41-es, mi 30-ason toljuk a tubjáékkal. És hát... És hát ott van az, hogy érted. Én azt érzem, hogy van egy pici nyomás rajtam, hogy ne hibázzak, de nem veszett minden el, hogy hibáznék esetleg. És hát törési kapcsolás az pedig arra van, hogy szintén... Tehát úgyis visszatekerjük már, hogyha ki van kapcsolva a törés. Egy dolog, ami miatt nem szeretem kikapcsolni a törés, és nem is szeretném, ezért vacinálok ezen az egy részén, mert az, hogy ha kikapcsolom a törést, akkor nagyon kamikáze módon vagyok hajlandó menni. Mert akkor értelek, bemegyek az AI-hoz, elkezdünk lögdösödni, és se kit érdekel, úgyhogy ez belőle semmi, max egy büntetés. De hogyha a törésben van kapcsolva, akkor meg igen csúnya dolgok tudnak történni ott is, tehát már is nem tudsz annyira, nem is bátran, hanem nem tudsz kamikáze mód versenyezni. És jobban tisztelni kell az autók közötti kölcsönhatásokat. Szia Turul Nemzet, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Oh, fuck off! Még nem sikerült futnom egy normális tiszta kört. És ez se az lesz. Pontosan, GK. Nagyon-nagyon rosszak azok a kanyarok, ahol nem lehet belátni, hogy mi lesz a kanyarív. És a legtöbbször egyébként az nem probléma, mert sok helyen van ilyen. De itt most féktávot is kéne nézni. Itt Portimao. Szóval Portimaóban féktávot is kéne nézni, és abban a kanyarban, ami itt következik, ez hihetetlenül rossz. Itt. Ugye kijössz is kb. Itt van a féktáv, sőt, még csak nem is itt. És én ezt mindig nem tudtam megszokni, és itt tökéletesre csiszolni, hogy itt akkor mégis hol kell fékezni. Nem is nagyon tudok másik olyan kanyart az évadok. Az évadban, vagy az utóbbi 10 évben, ami ennyire rossz lenne ilyen szempontból. És ezt én nem is nem tudom megegyezni. Ugye a féktáv is állandóan változik attól függően, hogy milyenek a pályaviszonyok. Szóval... Nem lehet ezt csak úgy megegyezni. Kapcsolod a vonalat, amíg megszokod. Nem. Ez az emelkedő, ez egy balos, nyilván elveszi. Elég éles balos ahhoz, hogyha túl lelkesen kigyorsítasz, akkor
akkor kimenjen a hátulja az autónak. Mert egy kanyarban vagy, és meg van döntve a járgány. Ja, ilyet nem lehet csinálni amúgy. Majd. Vagyis majd lehet, de esetleg most nem lehet. És megint nagyon hamar fékeztem. Még egy hosszú hétnek utazok haza. De az utazást megfejeltem, hogy extra városnézésre, mivel rossz vonatra szálltam. Oh no. Egyszerűen nem is előfordult, csak én akkor az ellentétes irányba mentem véletlenül el. Tehát még csak azt sem, hogy oké, akkor így majd így korrigálunk. Nem, meg kellett tennem visszafelé is azt az utat. Látjátok, ezt mondtam. Simán megpörök. Szia Frank, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Egyszer Rotterdamban szálltam rossz vonatra, de szerencsére ugyanazon a vonaton gondolom ment, mint az enyém, úgyhogy a kövi állomáson leszálltam és megvártam az én vonatom. Mondta GK, ez nem az én sztorim volt, én mindig jó vonatra szálltam Hollandiában. Csak hogy félreértés ne essék. Na ez már késő. Nem nagyon késő, picit késő féktáv volt. Ne! Oh, ne! Megint túlsodródtam! Bár, hogyha itt tekerem vissza, akkor nem veszi el csak a mostani kört, igaz? Most már kezdem kicsit unni, hogy nem tudok futni, hogy miért kört. Pedig itt tudja, hogy simán kimennek. Hagyjuk már. Na ez viszont bullshit volt, nem voltam kint, bro. Ez jó lassú volt cserébe. Nem tudom, ez kontrolleres vagy kormányos idő, ami ez most számolja. Túl jó ahhoz, hogy kormányos legyen, de túl rossz ahhoz, hogy kontrolleres. Ne, megint elvette. Képzeljétek el, itt a Portimaóban van egy akkora óriási, hihetetlen bug, hogy beszartok. Tehát konkrétan, és ez, mind you, ez a játék megjelent tavaly nyár végén, és a pálya is már kint van legalább fél éve. Nem tudom pontosan mikor jött a pálya, szerintem ilyen október-november körül. Nem ez volt az utolsó pálya, ami érkezett. Az Jedha volt. Talán... Na mindegy, lehet, hogy nem. És persze anyád invalidálódott. És van egy olyan bug benne, hogy rosszul érzékeli az a pályahatárokat, vagy nem tudom miért, de konkrétan volt, hogy megpörögtem,
Sőt, időmérőn is előfordult velem, és versenyen is. Megpörögtem. És ugye szembeálltam, meg kicsit lesodróltam, szembeálltam mindenen, elindultam, és konkrétan még kettesben nem kapcsolt fel az autó. Kiírta a játék, hogy diszkvalifikáltak, mert szembe mentem a forgalommal, vagy nem, pálya elhagyás miatt diszkvalifikáltak. Ami... hát nem olyan vicces dolog, mint amilyenek elsőre tűnhet. Ne. Fuck me. Konkrétan itt volt az, hogy így kigyorsítottam, és akkor így ugye kigyorsítottam, lepörögtem ide, és kicsit beljebb egyébként, valóban kicsit beljebb, és ahogy elindultam, azt mondja, jó, akkor csá. És pont multiztunk, úgyhogy én körülbelül a harmadik körben kiestem konkrétan a futamból. És nem mondhatnám, hogy feltétlenül az én hibámból történt. Nem tudom, most a Google Assistant miért gondolt az, hogy hozzám beszélek, de nagyon lelkesen elkezdett hallgatózni. Meg talán itt volt a másik, azt hiszem itt volt a másik ennél a kanyarnál. Hogy ott a domtetőre ráforogtam, és aztán onnan le. És kiírta, hogy DNF. És ez egy ilyen ordas nagy bug, amivel didn't bothered, hogy foglalkozzanak. Minek a főnök? Hát jövőre nem lesz benne már ez a pálya. Na jó, most fussunk már egy jó kört. Jó, ez nem lesz már az, amire én vágytam. Fucking, hogy utálom ezt az időelvevős baromságot. Na, egy valid kör. Hajrá! Én mondtam, hogy politikától függetlenül jobb lett volna Oroszország, de nem hallgattatok rám. Imola sem tetszett GK. Pedig az egy nagyon király kis pálya. Jó, ezt megint nem. Na és akkor, hogyha majd a versenyen így megpörgök, akkor ugye nincs az, hogy úristen, tekerjük vissza. Szerintem próbáljuk ki most ezt így. 30 esélyel. És megpróbálni visszatekerés, megtörés nélkül. Nem, a törés, tudjátok, hogy a törés bekapcsolva vagyom. De visszatekerés nélkül teljesíteni a dolgot. Főleg azért, mert itt nagyon széles a bukótér. Tehát, hogyha sikerül is keresztbe állni, vagy valami ilyesmi, nem lesz az, hogy az úristen azonnal a falban vagy, mint Jeddában, vagy Azerbajdzsánban, és akkor vissza kell tekerni, mert DNF. Mert hogy összetöltöd a járgányt. Ezt el fogja venni. Nem, ezt persze nem veszi el, pedig úgy csaltam, mintha nem menne holnap. Nem, ezt elvette. Nem tudok futni egy kört ezen a pályán. Pedig szerettem volna belőni a nehézséget. Még hogyha alapból 30-assal megyünk akkor is, de nem tudok, ha nem tudok futni egy rendes kört. Pedig ez egy jó kör. Hát
Hát akkor valószínűleg ez a kör, ez kormánya volt a múltkor. Mert hogy most megfutottam. Az 1.21.0-át most megfutom, 1.20.9.51. Kizárt, hogy a kontrollás időt megverjek. Ez kicsit kemény volt. Kicsit indokolatlanul is kemény. Csináljunk meg 20 kört, aztán menjünk a dolgunkra. Akár sikerül, akár nem. Két hónapja nem van a kormány, mik a tapasztalatok? Sajnos nem használtam ki annyira, mennyire szerettem volna. Ez a legfontosabb tékövé. Ugye egy ideig intenzíven használtam, de aztán... aztán egyszer nem jutott rá idő. Vagy jött más, amit inkább intenzívebben használtam helyette. Ezt inkább ugye arra is vettem, hogy majd ilyen tudunk majd alkalmasint olyan játékokat játszani, amikhez ez inkább jobban kell forma egy, amit látjátok, meg hasonlók. Szóval abszolút nem mondhatom, hogy ilyen nagyon nagy felforgatta az életem, vagy valami ilyesmi. Olyan, aminek elképzelted? Egyébként igen, illetve én nem is nagyon tudtam elképzelni ezt. Sosem használtam ilyen kormányt, ugye nem voltam vendégségben, vagy ilyesmi. Barátokhoz nem mentem át játszani a számítógépes játékon és a kormányon Carmageddon 2-t. De lenyűgöző, tehát hogy tényleg olyanokat tud, amire én nem gondoltam, hogy kormány ilyen képes. De hogy ezt már úgy mondtam, tehát hogy azóta, mióta legutóbb volt Forma 1 itt a streamben, nem is nagyon tudom, hogy egyáltalán használtam-e, talán egyszer, amikor Tuvjáékkal játszottunk, de mostanában az sem akar nagyon összejönni a közös multi. Úgyhogy, és hát közben meg ugye Steam Deck, meg videófelvétel, meg tesztelések, meg hasonlók, úgyhogy nem igazán használom ki úgy, ahogy kéne. De hát úgyis hosszú távra vettem, értitek? Hát most ez semmi gond, ez nem egy iPhone, hogy egy évig releváns. Na lehet, hogy ez még jobb idő lesz. Aha. Very much indeed. Na, végre egy valid kör, srácok! 1.20.8.95. A 100.013. vagyok. Azért csak be kéne félni az első 100.000-be, nem? ETS Multi kormánya, tényleg? Arra nagyon jó, hogy megvettem, az sokkal jobb az vele egyébként. Abszolút felforgatta az autós játékokat. Tehát hogyha most már lesz autós játék, amit így játszani akarok, csak úgy, akkor is by default kormányon fogom játszani. Kivéve, hogyha ilyen nagyon kis limonádé, mint mondjuk, nem tudom. Hát valószínűleg amúgy a legtöbbet kormányon fogom. Akármi is lesz. 22-ben lesz teljes crossplay. Ez amúgy igaz? Mert azt hallottam, hogy lesz crossplay, de nem biztos, hogy... Tehát az nem derült ki, hogy mi között lesz crossplay. Tehát a PC-t is beveszik a crossplaybe, mert hajlamosak néha ebből így kivízelezni, hogy azt mondják, hogy hát amúgy a teljes crossplay-t azt úgy értettük, hogy a konzolok között, PC és vagy PS4 és Xbox között, és a PC-t nem veszik be, mert a PC-vel csak a baj van. Egyébként nem tervezem megvenni megjelenéskor a 22-t, majd mikor dobnak rá egy 30%-ot megveszem. Úgyis hamar le fogják árazni, mert most már nem az eladások a legfontosabbak, hanem a mikrotranszakció, és akkor ilyenkor ugye a belépő költséget le szokták csökkenteni viszonylag hamar,
hogy azonnal elkezdhess költeni pénzt, amíg még van mire, meg be kell hozni a multiplayer játékosokat, mert azok vásárolják ezeket a szarokat. Mennyiskor van Series, PS4, 5, bármi, tehát ezek egymással, vagy ez így külön-külön? Tehát, várjál, azt jelenti azt, hogy megjelenéskor a Series X, vagy a PS4 meg a PS5 játszod egymással, azt nuku. Olvasom tovább mindjárt. Aztán később Xbox, PS, PC, de majd itt nekem elég lesz bőven megvenni. Nem fel, mert PC-n egészen más játszani. I mean, ez bullshit. Mármint én mindent értek, persze. De annyi eszköz van arra, hogy ezt lekorlátozzák. Ez miért lett ilyen gyors ez a kör? Oké, tudom, hogy nyára elvette, de miért ilyen gyors? Mit csináltam máshogy? Szóval annyi eszköz van, hogy lekorlátozzák. Azt mondják, hogy mit tudom én, a kompetitívben 60 FPS-ben van maximalizálva mondjuk a framerate. Teszem azt. Vagy hogy... tehát az, hogy mondjuk valakinek billentyűje van, az nyilván nem lesz gyorsabb. Szóval... Ez csak azért van, mert... van kerek. Na, ezt kéne megfutni rendesen, hogy valid is legyen. Jó, ez már jól indul. Egy határozott fék, de kicsit talán túl határozott is lett. Ez biztos. Elismert minden előny. Kicsit jobb a kigyorsítás ezúttal, mint az előbb. Nagyon picit későbbi féktáv, meg is bosszulta magát. De ultimately úgy látszik, hogy jobb, főleg mert a kigyorsítás az nagyon jó lett ezzel. Ezzel a nagyon késői féktávval. Már 4/10 előny az előzőhöz, és a legjobb az képest. 5,5. Jó ég. És elveszi. God fucking damn it, egy külső even kitöréstől elveszi az időt. Rohadj meg. Húszköt mondtam. Ez lesz a 18. Pedig az 1.19 sem tűnik elérhetetlennek. Ez alapján. Jó, ez vissza. Még ez rosszabb lesz most, kicsit. Ja. It's fine. Nagyon későn kezdek el mindig kanyarodni, és nem most van 2/10 hátrányom. Kicsit megindult a hátuljad, és a körült megfogni cserébe, ez nem egy jó kör. Meg most az első szektor az kifejezetten rossz volt. Viszont megint megvan a 4,7. Itt az előbb 5,5 volt, de elfogadom. Ne. Majd utálom ezt a játékot. I hate you. Majd nagyon erős kigyorsítás. Ez most jobb, mint az előbb. Csak nagyobb lendület is érkezünk meg. Hát nem jobb. Sőt, jelentősen rosszabb. Legább 5000-del. Ez persze nem veszi el. Miből vagy te, AI? De rossz. De jó ég. Most várjál, ez most érvényes kör lesz? Azt hiszem nem.
faszom. Come on. Jó. Ja, még nem. Most miért nem? Ja. Várj. Miért nem tudok visszamenni? What the fuck? Jó, akkor restart kör. Na, nagyon jó fiú voltam, maradtam teljesen belül. Ez most nagyon jó volt. Ez már not so much. De még lehet jó az eredménye. 2,5. Hogy nagyon megbicsaklott a hátulja. Ezt rá is megy az időm rá. Így főleg. Hogyha sokkal nyögvenyelősebb volt így, mint az előbb, de... ne. Jó, még ebből akármi is lehet, de előny nem szereztem ebben a részében a pályának. És megint túl gyors a kigyorsítás. Shit! És ez a 20. kör. Jó, hát nem mentünk végig. A futam 50%-os lesz. Most gyere kell készülni nagyjából. És hát így, hogy nem nagyon fogok visszatekergetni, így azért jóval hamarabb megleszünk, mint általában. Várjál, figyelj, kiengedtem az autót, nem nyomtam többig a gázt, és már nem veszi el kört. Minek vagy? Arra majd mindenképpen mehet egy... hagyjuk a prediction-t. Azt akartam mondani, hogy arra mehet egy prediction, hogy sikerül-e így nyerni. Mert hogy by default sikerülnie kéne, de hagyjuk. Úgyis csak arról szól a prediction, hogy GK felteszi a pénzét, aztán vagy visszanyeri, vagy nem. Na, alakul. Bár ezt nem érzem jó körnek, de a számok azt mutatják, hogy ez egy jó kör. Még elveszíthetem ettől függetlenül. Jó, pozitívan sikerül kijönni ebből a kanyarból. Itt kell most nagyon belül tartani. 8/10 előny. Nem lesz 1.20 alatt. De éppen hogy 1.20.054. Jó, ez már invalid. Na, 20-a sikerült megcsinálni. Cool. Akkor menjünk forma egyezni, vagy mi. Versenyidő.
Ne! Ne! Miért indítottad el? Miért? Egyetem mi ez? Most megint elkezd az imolát? Az az utolsó, ahol itt voltunk, nem? De azt... azt én végigcsináltam. Vagy nem tudom. Jó, amíg betölt, addig én kicsit megreklámozom ezt a streamet. Ha már mindig elfelejtem Twitterre kirakni, na majd most. Hát ez nagyon izgalmas, de hagyd meneküljek el én innen. Köszönöm szépen, nem szeretném. Köszönöm szépen, nem szeretném. Bye. Akkor be kellett a random időjárást, a strict helyet le kell venni normálra a corner cuttingot, nem is tudom mi a nem strict verzió. Tehát Grand Prix. Start a new Grand Prix. Start a new Grand Prix. Accept. Cool. És Portugália. Kivel legyek? Lehetne hogy equal performance rakni a kocsikat. Sőt, rakjuk equal performance-ra a kocsikat. Az új játékban már Jeff sem lesz. Ne, mi? What? Hogy? Mi lesz helyette? Mi az, hogy nem lesz Jeff? Ó, melyik unszimpatikus ember legyek? George Russell vagy Nicholas Latifi? Leszek Latifivel, ilyen dead last-ként. Practice format off, quali... A quali-t csináljuk el one shot-ra, mert miért ne? Haladjunk. Jó, szimuláció... Tehát levesszük megalázó 35-re. És majd itt kell a rules and flags-nél. Beállítom a corner cuttingot regulárra. Safety car increased. Legyen. Formation lap on. Nem, az most nem szükséges. És akkor... A simulation settings alatt van a törés. Car damage. Ja, az marad. A törést meghagyom. Igen. Azt meg kell hagyni, mert különben belemegyek mindenki arcába, mint tudom lenne holnap. Dynamic, realistic, approximate. Azt hiszem, itt akartam beállítani. Ugye most nem állítottál vissza. Jó. Oké, minden maradt a régiben. Cool. Let's go. Az új mérnök, McLaren Pitbull mérnök volt, és valós F1 mikrofonra vették fel a szövegeit. Ó, oh, hát ez izgalmasnak hangzik egyébként. Csóri Jeff, és most az egészet újra felvették vele. Mondjuk olyan sok nincs. Ja, olyan sok nincs, mégül is. Izgalmas, ez meglepetésként ért volna, hogyha nem szólsz. Na, van shot qualifying, ami azt jelenti, hogy mindenki egy darab kört futhat. És az lesz a mért köre. Úgyhogy most nem szabad hibázni, már itt el is indul a... El is indul a nyomásgyakorlás. Mindig ha bekapcsolnád, ha megnyom a gombot, az még jobb lenne. Jelen nekem ilyesmiket. A performance az ugye equalra van állítva. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Valamint az equal cast sem segít. Klasszik Latifi. Jó, akkor utolsó helyről indulunk. It's fine! Úgy is megnyerem. Fakofoly. Legalább lesz valami izgalmas.
A flashback az utolsó menedék lesz csak. Nem fogunk flashbackelgetni állandóan, mert az rossz content. Ez meg jó content kell, hogy legyen. 1.24 hét a legjobb Hamilton idő. Ugye én 1.20-val jövök ide. Equal körülmények között. Amúgy így is Hamilton nyert, 1.24 akármi. És esik az eső? Itt állandóan esik az eső. Oh no! Let's run you through the driver grid. I don't want it. Oh, te jó ég. Okay, here we go. Hát a végre lehet kisüt a nap, az mondjuk akár izgalmas is lehet. Ja, Istenem, muszáj esnie? Oly nagyon. Na jó, akkor lássuk. Ó, véletlenül, hogy George Russell vagyok. Ups. Hibák lettek elkövetve, gondolom. Amikor egyszer véletlenül visszakatintottam, akkor George Russell rá átállított, hál' Istennek. Ja, Istenem, nem tudom, miért erőltetem ezt a contentre egyébként. Mikor láthatóan nem vagyok benne jó. Szóval most véletlenül Mazepinnel letörettem az első szárnyamat. Még ha látnék is valamit egyébként... Jaj! Haladjatok már előttem, ti népek! Is there? Jó. Ugye itt késő vajban lehet előre haladni. 35-ös AI mellett, és nem is az a lényeg, hanem az, hogy ilyeneket ne csináljak. Semmi gond. Hosszú a futam, 33 kör, végtelen mennyiségszer utol fogom érni őket még. Még nem fenegettek fel a gumik, nagyon óvatosnak kellene a kigyorsítással. Nézzük is egy gumi hőmérsékletet. Hát, hogy sokkal melegebb már nem lesz ilyen körülmények között. Egy 44, igen. Esős körülmények játszanak. Oké. Akkor még egyszer. Most kezdődik igazán a verseny. Mazepin megvan. Felkészül Latifi. Hát valaki szólhatta neki, hogy én jövök itt mögötte. Most épp hogy sikerült megfognom. Óvatosan, mint hogyha tojáson lépdelnék. Áll. Egyszerűen túl... azt hiszem, nem tört le semmi. Nem tört le semmi. De meg kéne kérdezni Jeffet, mit gondol erről. Vehicle condition. Tire condition is still looking no. good. No! Fucking. Vehicle condition. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. De miért a tire conditionről beszél, amikor a vehicle condition kérdezem? De ne indulj már el, basszus. Nem tudok kigyorsítani, mert azonnal elindul. A kormány az egyik irányba. Tehát ez minden csak nem túl glorious. Az eső az nagyon betett nekem. Ja, hogyha lenne törés, akkor mondaná? Ah, oké. Okay. Kicsit állva hagytak, nem fogok hazudni.
De legalább hoztam egy lila szektort. Ugye elvileg nem lenne kiállás. Viszont ugye az van, hogy weather report. The rain is getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. It's hard to say if inters or wets are better right now. Szóval egyszerre mondja azt, hogy, hogy amúgy lehet, hogy vizes lenne a megfelelő gumi, és azt, hogy kezd lassan, de biztosan elállni az eső. Kösz, Jeff! Te vagy a legjobb stratéga ever. Én látom, hogy nem fogok átállni vizesre, az biztos. Ez az internek nagyon jól kéne működnie. Főleg, hogy azt láttuk az időjárás előrejelzésben, hogy szépen el fog állni az eső. Csak hát az valószínűleg szerintem ilyen 20. kör körül lesz aktuális. Viszont így lehet akkor gyilkolni a gumikat. Jeff, ma sincs helyzet a majdnosatán, nem. De nézd, még itt van. Múltkor ugye teljesen eltűnt Jeff. El is tudtuk hívni, szóval. Ez is valami, hogy még nem mondott fel. Oké, 6:20-ra van Mazepin, és nem érzem azt, hogy ilyen veszélyesen közelednék hozzá. Nem érzem azt a ragadozó hatást, ami talán indokolt lenne ezen a... ebben a helyzetben. Főleg így. Gyakorlatilag az autóval küzdök most. 5-5, szóval valamennyire közeledtem. Oké, elkezdtem távolodni megint. Hit. És back to square van. Jó, talán ez megvan. Nem, nincs meg. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. És akkor... 4-2? Lando Norris is out of the race! Yay! Már nem vagyunk utolsók! Ilyen és virtuális biztonsági autó. Hát ez annyira nem jó hír. Mondjuk azt hiszem, ez ki lehet valahogy sajtolni, nem vagyok benne biztos. Érdemes. Indulj már el a kurva anyádba! Na jó, eddig tartott az, hogy nem fogunk flashbackezni. Nyilvánvalóan ez nem az én műfajom, a no flashback. Any percent. Miért nem jött be a rendes? Mert nem látták indokoltnak. Hogyha egy-két kör alatt el lehet takarítani a problémát, akkor általában csak a, vagy nem annyira veszélyes helyen, vagy közel veszélyes helyen, akkor csak a virtuális jön be. Tehát, ha nem veszélyes helyen van, hanem mondjuk zavaró helyen, akkor csak a virtuális jön be. Gyakorlatilag a virtuális safety car az a régi szektor sárgázásnak a biztonságosabb verziója. Tehát nem a safety car cserélik le vele. Hanem szigorítanak a sima sárga zászlózásom.
Weather report. Inters look like the best tire for now. Ez nem weather report volt, de oké. Okay. Na, megérkeztünk egy bolyra. Nem tudom, mennyire ment szét itt a csapat, vagy a mezőny. Nyilván valamennyire elnyúltak egymástól, úgy tűnik. De azért itt nincsenek akkora lemaradások, szerintem. Mint a nem equal teljesítményű módban. A realistic performance-nél. Remélem Mazepin most már utoljára előztem le. Nice move. Good job. Thank you. Próbáltam jobban kigyorsítani, mint Tsunoda, de nem bírják ezek a járgányok ezt a kigyorsítást. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are no plans for a safety car right now. Are you all right? Engine off, engine off. Ilyenkor szoktak tanácsot adni, hogy óvatosabban a kigyorsítással. Lassabban nyomd a gázt, Balázs. De puta vagy, hogy erre nem gondolsz magadtól. Az a fura nekem, hogy, és az a zavaró, és azért sietem el mindig, mert közben azt látom, hogy az előttem lévő már réges-rég teri talpon áll a gázon. Én még nem tudtam teri talpon ráállni, mert valamiért nekem kidobja a farát rá. Szerintem, ha gyorsan vezetnél kevesebb hibával, akkor előrébb lennél. Ja, ilyeneket szoktak mondani. Nagyon hasznos és segítőkészek. Nem, mint segítőkészek, csak... Kikérte. Tsunodával küzdök itt. Hát igazából az autóval küzdök meg a pályával. Viszont az egészen egyértelmű, hogy kezd elfogyni az eső. Azért az elején még szakadt az eső, most meg... Hát most meg így épp hogy csak csepereg itt ott. Weather report. Weather report. Inters seem like the fastest tire for now. De ne az gumiaimról beszélj, te átokfajzat, rohadj meg! Mondd el a szavaiddal, hogy lesztek eső vagy nem! Miért? Miért a gumiról beszél? Értem, hogy az ő fejében ez a kettő össze van kötve, de engem nem ez érdekel! Te abszolút fucking wanker!
Még nem az enyém a pozíció. Még mindig nem. Most az enyém. Left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Végre mondott valami hasznosat. Azt mondja, hogy 10 perc van fel fog száradni. Vagy el fog állni az eső, legalábbis. Jó, én pedig 13. helyre kerültem fel. 10 perc az 7 kör, kb. Na igen, tényleg ott lesz fél távon a váltás. Majd ott kell nagyon figyelni. Köszönöm, na, hallottátok a új bekövetéses hangot. Még nem tudom, ez kinek köszönhető, de mindjárt megnézem a szememmel. Csak éppen nagyobban küzdök a mindennel is. MZ2000-nek köszönöm szépen a bekövetést, milyen ez, tök jó, hogy itt vagy. Ne csúsz ki. Ó, és visszajön. Pedig szép volt. Szép volt pedig, hát kár érte. Sokkal jobb, mint az előző? Na, annak örülök, hogy tetszik. Támad. De enyém a pozíció. Jó, nem sokára megvan a pontszerző hely. Sebességkülönbség. Hát. Oké. Ott az következik. Weather report. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. Inters look like the best tire for now. Na látjátok, megérte ráripakodni Jeffre, mert most azzal kezdte, hogy 10 perc még az eső. Jó, az más kérdés, hogy 4 perc és 10 perc volt, de hát függetlenül legalább így értitek. Próbálkozik. Még ha kerekít is nagyon durván. Jó, meg van Bottas. Meg van Kisumi, nincs meg Kisumi. Majdnem meg volt Kisumi, hogyha ez számít. Csak greedy voltam. És túl élesen próbáltam bevenni a kanyart. És túl gyorsan is próbáltam bevenni a kanyart. És nem létező éveket használtam bevenni a kanyart. Így már jó. És az elvileg... legjobb kör, egy 34-7-31. Kisumi visszatámad. Gyere! Bár a Kisumi az nem Ralf volt egyébként. Akkor legkisebb Sumi. Oké.
Szép volt, amíg tartott. Itt hol rontottam el? Ja, itt. Oké. Okay. Nagyon trükkös, emelkedőm fel, balos. És akkor baj van vele. Kicsit kizártam most Alonzót, not gonna lie. Úristen, reklámot kaptál itt Twitch-en? Hát az legalább egy centet fog nekem jelenteni. Te jó ég. Oh my god. De hogyha nem szeretné reklámot kapni Twitch-en, anyád, akkor mármint... Ez két külön mondat. Akkor... akkor nyugodtan iratkozz fel, és garantáltan reklámmentes lesz amúgy a stream. Mert hogy szponzorom nincs, tehát hogy... Amiatt nem kell aggódni, mindjárt előkapok itt egy Sauma hajsampont, vagy egy L'Oreal dezodort, vagy nincs semmi L'Oreal dezodor, na mindegy. Vagy egy ilyen azért... NordVPN-t, egy League of Legendákat. Ezt el kell engedni. És visszajövök, érted? Nagyon rossz, hogy Ricardónak az új intróban nem mosolyog az arca. Nekem teljesen hazavág. Raid Shadow Legends. Igen, egyébként srácok, ez egy olyan játék, én kipróbáltam is. Nem tudom, miért utálják olyan sokan. Úgy gondolom, hogy az mióta az megszponzorálta a Raid Shadow Legends, azóta nagyon jó játék lett. Próbáljátok ki ti is, és használjátok az Otherworld Balázs kód, vagyis a Bögre Gaming kódot egyébként. Hogy rögtön két hőssel kezdjetek meg, 8 fölösleges fizető gyémánt tökömmel, amit ből minden nap elsztok egyet, és utána csak pénzért lehet venni. Yay! Oh, wow. Miki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donétet, nagyon-nagyon király vagy. Nagyon áres vagyok érte. Ezt a Raid Shadow Legends-es reklámért kaptam. Megvettél, megyek letölteni. Bejött a Raid Shadow Legends money. Itt tényleg működik, srácok, 100% működés, vagy ami ilyesmi, tudjátok. 100% nem kamu. Így szerez gyorsan pénzt a Twitch-en. Csak mondd be, hogy Raid Shadow Legends, és már is jön be a pénz. Nem kamu, amúgy. 100% működik. Ajaj, megfogtuk. Úristen, beléptünk az utolsó 90%-ba. Mármint már 90% fölött van a LEGO gyűjtés. Azt mondj még, hogy... Értedek, hogy mit fogok ebből venni akkor, melyik LEGO-t, azt még mondjuk mindig nem dőlt el. És nem tudom, hogy mi lenne a legigazságosabb módja eldönteni, mert hogyha megszavazhatom a nézőkkel, akkor értitek, lehet, hogy pont azok ellen szavaznak a nézők, akik meg aktuálisan összedobták, szóval... Fura. De az is lehet, hogy aki azt dobta, az inkább úgy dobta össze, hogy csak legyen LEGO content. Nem feltétlenül azt az típusú hajóra gondolt ő. Szóval, I don't know. Majd ezt valamikor ki kéne tenni. Júniusban jelenik meg az N1 készlet. Úgyhogy addig van idő gondolkodni. DeLorean. Hát, annyi nem gyűlök össze. Meg már nem is lehet kapni, nem?
Vagy személyesen Pesten talán. Vagy lehet, hogy ott feltöltötték a készleteket? Akkor azért már itt a negyedik helyen autóversenyzek. Weather report. Current forecast is 5 or 10 more minutes of rain before it dries up. Inters seem like the fastest tire for now. Szóval Gasly előtt nem nagyon látom. Verstappen 11 másodpercre van. Verstappen meg Hamilton kicsit meglógtak. Egy nagyon picit. Hát bocs, az az én ívem volt. Ugyan már. Ó, várj, én is megsérültem? Akkor semmi. Van F1 McLaren is Legóból, just saying. Van bizony. Jól is néz ki amúgy. De az is rohadt drága, nem? Az is ilyen 60 ezer forintnál kezdődik. Mármint ha a nagyra gondolsz, az ilyen technikesre, nem pedig a, az ilyen kis McLaren Speed Champions, vagy mi a vihar az a készlet. Oké, előttem 11 másodperce Hamilton és Verstappen. És mindjárt előnünk a verseny feléhez. Elállt az eső szerintem. Jó, még nem állt el teljesen. De most már nagyon-nagyon minimálisan esik csak. És a pálya is kezd egyre szárazabb lenni. Nem tudom Jeff mit álmodik ezzel kapcsolatban, de remélem lassan így döntenek dolgokról. Igen, a Lego az egy ilyen végtelen űrgelyuk. Vagy nyúlüreg. Én próbáltam ebből kicsit kiszállni. De mindig visszarántanak. Jó, az tény, hogy már nagyon rég vettem magamnak Lego készletet. Sőt, nem is tudom. Tehát a legutolsó Lego készlet, amit összeraktam, az szerintem a... Az szerintem a Roadhog volt, de hogy ezt nem is magamnak vettem, azt már kaptam. Lehet még a 20 kreátor volt az utolsó. Jó, tudod mit? Legyen. Most nem tekerem vissza. Ha nem üttök el. Akkor mikor nagyon figyelni kell most, mert... Oké, DRS enabled. De azt jelenti, hogy ki kéne mennünk? Vagy még... Hát még egy kört megyek ezeken a gumikon. Lassan ki kell menni. És akkor kérdés, nagyon gyorsan írjátok meg, hogy lágy vagy kemény, vagy közepes. Ugye van még hátra 16 kör, fogalmam sincs, hogy melyik mennyit bír, meg se lehet nézni szerintem verseny közben. Ez így kb. Fejből kéne tudnom a játék szerint. Szia Gábor, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Na majd ő megmondja, Jeff. Majd csak egyszer szeretnék már kijönni. Ah, nyilván két fuck you. Két lágyat javasol még. Ha ügyes vagy, akkor lágy elég lenne, de inkább közepes. De közepes végig megy, mert Jeff szerint két lágy kell. De Jeff egy budú. Egy buda szar. Tájkinek köszönöm szépen a bekövetés, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Sem most kéne kijönnöm amúgy?
Set medium tires. Affirmative. Medium tires at the next stop. Ja, most kell kijönni. Nem tudom, mennyire jó a szimuláció, de élőben a light magasabb hőfokon működnik. Esőben ezzel felmögetni, hogy jól legyen, szóval lehet a közepes jobb, ha bírja a végéig. Jó, közepes lett végül. És megerősítettél ebben. Hát, meglátjuk. Nicholas is in the pits. Nicholas in the pits. Exit now. You'll be racing as you leave the pit. We'll be doing one more stop today. One stop left. Nem, nincs több stop. Fuck off, boy. Ő azt hiszi, hogy van még egy megálló, de nincs aktuálisan. Szóval, hogy az tök gáz. Emlékeztek Imolában? Ugye Imolában volt most az, hogy ilyen esőből felszáradt a pálya. Hogy mennyire látványos az, amikor szárad a pálya, és akkor az ideális ív az hamarabb megszárad, mint a többi. Na, itt, ebben a játékban nincs ilyesmi. Az egyikben volt, talán 13 körül, és aztán azóta nincs. Tehát grafikailag nem látod azt, hogy azt a látványos száradást, amit produkál a pálya. Ez a szimulációban ott van valahol egyébként. De igazából, de hogy pont azért valahol lényeg lenne az, hogy látszódjon is. Hogy csak én vagyok ilyen, azért. Hát ez nagyon nem pontos ez a játék, igen. Tehát a szimulátor, ezt nem tekintik szimulációnak. Vagy szimulátornak. Nyilván ez egy ilyen fél megoldás, hogy kicsit szimulátoros is, annak is jó, aki így kicsit jobban bele akar menni, de amúgy alapvetően olyan, ami a nagy tömegeknek kedvez, és érthető, és felfogható, és élhető, tehát nem egy R-faktor 2, meg nem egy iRacing, vagy még csak nem is egy Project Cars. P8 admirális. Nehogy megcsókoljon a... Nem, nem megcsókol, hanem csók. Csoke. Inspirációban. Ambícióban. Nagy a torkának adjon az ambíció, P8 admirális. Jobb, mint a 17. Mindegyik jobb egy picit, mint az előző, szerintem. Ez a baj vele. Valahogy mindig meg kell venni az újat. Mert tényleg jelentősebb az előrelépés minden évben, mint mondjuk a FIFA-knál. De hogy közben külső szemlélőnek meg annyira mégsem, feltétlenül az. Hamilton futott egy jobb kört, ja igen, mert most már száraz időket megyünk. Akkor viszont futhat is. Meg is lepett volna, hogy ennyivel gyorsul, csak úgy a semmiből. Az ACC most a legjobb. Azt mondod. Ezen lágy van, tehát ők még kijönnek még egyszer. Valószínűleg nekik is ugyanazt a taktikát mondta Jeff, amit nekem. Belenéztem az iRacingbe, hogy ez mégis milyen is, és borzasztó, hogy hát olyan szinten, hogy nem éri meg iRacinget szerintem játszani, hogyha nem ez az életed. Tehát, hogyha csak szimulátorozol, és tényleg ez a hobbid, akkor biztos tök jó, de hogyha még így arra, hogy elővedd havonta egyszer-kétszer, akkor
akkor abszolút borzasztó az előfizetéses modell, meg az előfizetés per megvásárlós, mint amúgy valahol értek, tehát nem akarom itt azért mondani, hogy jaj, micsoda, egy szörnyű emberek dolgoznak ott, hogy ilyet kitalálnak, mert nem, mert logikus, ahogy fel össze van rakva, de nem, a kocka playereknek van, mint amilyen én vagyok. Jó, te is meg vagy. De még talán 19-re is azt mondták, nem, hogy sokkal jobban büntette az autó, mint a korábbiakban. Mint nekem valami ismerém lenne, mint a valóságban. Vagy olyan rég lett volna az? Vagy lehet, hogy az a 18 volt? 17 volt? Nem, úgy emlékszem, hogy 19-re is mondták. Negyedik vagyok. Verstappen most már 17 másodpercre van, de van egy kiállása. Valószínűleg. Tehát még egy kiállás ott azért várható. Teljesen felszokott a pálya, örömmel jelenthetem. Na, visszaszereztem a harmadik helyet. Akkor most még egyszer elkezdhetjük leüldözni őket. Hát azért 5 másodpercet veszítettem velük szemben. Ebben a kis, előző kis részben. 1.16.3. Megnézzük, hol leszünk itt egy kör múlva. Addig rá sem nézek, különbözetlen. Check your MFD for a new strategy option. Én nem akarok még egyszer kijönni. Az biztos, hogy nem akarok még egyszer kijönni. Mindig szerintem Jeff most azt szeretné. Confirmed. Nem, ő is azt mondta, hogy nem kell még egyszer kijönni. Jó, örülök. Hogy egy lapon vagyunk. Hogy állnak a gumik? Hát... amúgy nem annyira jó. De lehetne rosszabb is. 12 kör még ezekkel a gumikkal? Jó, az elsők nyilván a probléma. A hátsó, szó. A hátsók jók, az első a probléma. De ki fogják bírni amúgy. Csak nagyon tojásokon kell majd lépkedni a végére. Hanyos az AI? 30. 35. Igen, két hely van, ahol hajlamos fők nagyon könnyen kipördülni. Az az egyik, a másik meg... a másik meg itt. Ez lesz felfelé. Nem, három van hazudtam. Ez az egyik. 1.15.0, tehát akkor 1.2-t hoztam. Ez kevés. Ez a másik. Ahol hajlamos fők kipördülni. És itt majd a éles jobbos lesz a harmadik. Fent a tetőn. Ez itt. A többi... kevésbé okés. Ahó, tényleg megállnak még egyszer, igazad van.
approaching the pit window, you'll be on the softs. Azt hittem, hogy megbeszéltük, Jeff, hogy nincs több kiállás. Mármint, hogy konfirmáltad, hogy mondtam, hogy nincs több kiállás. Akkor most miért mondod, hogy ki kell jönni a softért? Jó, tudom, nem kell kimenni akkor. Csak rá kell hagyni a hülyeségét, de... Már többször is láttam ezt, meg ez is egy ilyen nagyon vicces dolog, és biztos, hogy ez is egy bug. Hogy valamit lebeszélsz Jeff-fel, hogy változtatsz, és leszarja. Tehát ő egyszer nem tudja update-elni magát. Kör van még hátra. Ezt elmértem picit. Ja, mondta az előbb Fábi is, hogy nem lesz már a 22-ben Jeff. Más lesz a Jeff. Milyen szépen kisüdött a nap. Na, ezt már szeretem. Gap to car in front is 10.6 seconds. Megjött a tempód. El is ment. Nem, amúgy azt szeretnék rámutatni, hogy igen, még mindig azért van, hogy visszatekerem, de szerintem sokkal jobb lett a flow-ja a streamnek úgy, hogy gyengébbek az éjjeljók, viszont cserébe nem tekerem vissza minden második kanyarnál. Mert nincs akkora nyomás rajtam, hogy állandóan elcsesszem a kanyarokat. Meg hogyha kis kipördülés van, hát Istenem, meg kis hiba belefér. Az a kérdés, hogy a gumik hogy állnak most. Én is nézem. Figyeljetek, 40-ig jók vagyunk. Túl fog menni 40-ig, 40-ig szerintem 55-nél fog megállni. Ha nagyon muszáj, azért lenne jó vissza, vagy elkapni őket itt pályán, mert ha nagyon muszáj, akkor ki tudnék még egyszer jönni softért. Ilyen biztonságilag. Már 9 másodpercen belül mindkettő. Come on, come on, ezt nem akarom visszatekerni. Vissza kell, ez nagyon sokat vesztettem. Lehet lassítják egymást, simán benne van a pakliban. Egy 24-2 a legjobb időm, ugye a time trial-ben a legjobb idő 1-20 volt. Baromi rossz, baromi vissza vagyunk, és elvileg ugyanazok az autók. Ugyanaz a teljesítmény az autóknak. Abszolút nem megyek jó köröket.
Ah, tudjátok, mi nem ugyanaz? Az, hogy ott mindig frissek a gumik, itt meg nem. Ja, plusz az, azok lágyak voltak, ezek meg félkemények. Nagyon felesek, médiumok. Közepesek. Na, mikor akarnak kijönni ezek a jó madarak amúgy? Kb. Most, nem? Mert még 6 kör van hátra ezen túl. Nagyjából annyit bírnak ezek a gumik, ha jól emlékszem. Mikor voltak kint? Akkor, amikor én a 20... Ó, de ez nagyon régen volt. Ja, csak annyi, hogy nem bírják... Á, igen, igen. Tehát, hogy nem azért jönnek most ki... Mert így ideális, hanem azért, mert... Az utolsó etapot nem bírná ki már a gumi, az új, a lágy. Mondjuk akkor meg úgy kellett volna csinálniuk, hogy... Megfelezni a hátralévő távot, és úgy kikül... Na mindegy. Nem akarok beleokoskodni a dolgokba. Most vannak a boxban. Én, ha most kicsit meg tudom tolni, akkor bevállalok még egy kiállást. És akkor taktikailag nem volt jó az elképzelés, de biztosabb lesz így. Hosszú, tök fölösleges. És csak magamért akarom, hogy ne essekeljek a végén. De ki kéne egy különbséget autózni. Negyedik helyre jövök most vissza, ha kimegyek. We're leading our teammate by 49.3 seconds. Harmadik. Jó, mondjuk a 40-re van. Nicholas is coming in for his stop. Kb. 25 másodperc a kiállás mindenre együtt, tokkal vonóval. Aj, de eltolom ezt a kanyart is. Taking care of them. Oké, most második helyre ír engem. Második helyre jövök ki. Tudjátok mit? Hogy térek vissza? Kimegyek a kör végén. Ez teljesen butaság. De tegyük kicsit izgalmassá a dolgokat.
Hú, viszont a száncserét, ezt, vagy a szányat, ezt ki kell venni, jó, hogy szólsz. Nehogy véletlenül azt is megszereljék nekem, miközben nem kérte senki. És azt írja, hogy első helyre jövök vissza. De ez nem mindig akkurátus. Úgyhogy most kiderül mindjárt. Most ugrik a majom a vízbe. Ha nem, akkor is lesz még két vagy mennyi köröm, hogy levadásszam őket. Azért annyira messze nem kerülhetnek. Ah, 5 second penalty! Fuck you. Oké, okay. Másodjára sikerült. Na, lássuk. Addig véget ér Gábor, várjuk meg Gábort, mert ő reklámot néz. Gábor, szólj, hogy ha itt vagy, itt vagy, itt vagy. Nem tudom, milyen hosszú. Nem is láttam még, hogy, hogy megint vannak reklámok Twitch-en. Itt nagyon maximum, tehát tényleg csak a Nintendo szokott itt magyar Twitch-en reklámozni, meg a... Meg egyszer volt egy Genshin Impact reklám, meg egy Sony. Go, go, go. Márton, köszönöm szépen a bekövetést, milyen érzed, tök jó, hogy itt vagy. Oké, harmadik helyre jöttem vissza, de nekem cut-out-olt a hang, nem tudom, mi történt most. De most már minden rendben van, kicsit megijedtem, not gonna lie. Na, innen... célvonalig... verseny, mert nem fogunk addig tartani. Ez kicsit... kicsit ennek közelebb volt, mint ahogy szerettem volna. De tiszta volt. Tiszta volt az előzés. Jön vissza. Hogy működik a DRS. Epikus DRS-es előzés, te jó ég! Micsoda dráma! Valaki ma héten érettségizett? Jut eszembe. For no reason. Porban hagyom. DRS, hagyjuk már. Ez a baj csak ezzel, hogy... hogy viszont ez az AI ugye nagyon könnyű utolérni meg minden. Tehát hibázhatok, viszont nem fejt ki akkora ellenállást előzéskor sem. Nyilván ez vagy egyik, vagy másik, és most nem lehet. Nem lehet beállítani, hogy az is legyen meg az is. Én? Oh, wow. Akkor betaláltam. És hogy ment? Remélem jól ment mindenkinek. Meg hogy van-e még hátra? Vagy így le vagy tudva? Nyilván vagyunk olyan fiatalok. Hé! Hey, itt van egy fiatal! Egy szavaz sem lehet. Meg nem csak fiatalok érettségizhetnek technikli.
mindig van egy ilyen blokk a TV2-n, hogy az 97 éves Pista bácsi is úgy döntött, hogy idén megszerezni az érettségit, amit még a 48-as forradalom miatt hagyott abba. Mindig van egy ilyen. Nekem még lesz még érettségim 2 hét múlva. Az jó ki van tolva. Képzeld el, nekem van még érettségim. És mindig elfelejtem, hogy van. Mert én azt még valami 2 évre előre hozva csináltam meg, értitek? Nem is rendesen 1 évre előre, azt hiszem, hanem én 2, de lehet, hogy már összemosodnak az emlékek, de hogy megcsináltam, és így el is felejtettem azzal a rendületen, kb. Csak egy poénból csináltuk meg. Nem gondoltuk mi azt olyan komolyan egyébként. De hogy annak volt annak idén egy ilyen projekt része is, hogy hogy ilyen montást kellett csinálni, meg nagyon durva volt. De magára az érettségére emlékszem. A Mark Media ismeret érettségi. Fogom is, hogy mi volt benne. És mondom, mindig elfelejtem, hogy van média érettségim. Én 2 emeltem volt. Akkor, nem tudom most hogy van, de akkor nem volt kötelező 1 emelt sem. Nekem 2 is volt. Volt egy előrehozott németem. Meg volt a média, amit mindig elfelejtek, hogy volt. Milyen végzettséged van? Én bölcsész vagyok. Sajnos. Szóval semmi hasznos. Projektmunkában kisfilmet kellett csinálni. Hogy ez tök érdekes. Nekünk lehet, hogy volt olyan, de azt hiszem 2 közül lehetett választani, vagy 3 közül. De hogy akkoriban még, most nagyon öregnek tűnhetek, de akkoriban még ugye nem volt annyira magától értetődő például az, hogy kisfilmet tudsz otthon házi módszerekkel készíteni. Míg a kamerás mobilok ilyen nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak. És ha voltak is, nem volt az olyan könnyű például alapból kinyerni róluk az adatokat, hogy simán feltöltöd a felhőbe azt se. Úgyhogy lehet, hogy volt olyan, de azt inkább az alaszotoknak volt otthon alapból videókamerája például, mivel szintén nem volt egyszerű dolgozni. Ettől függetlenül én nem azt választottam, hanem a legkisebb ellenes lényegben, ahogy mentem. Eszét kellett írni arról, hogy a kisgyerekeket ki lehetett tenni a közösségi oldalakra. Ez izgalmas. Ez inkább tűnik egy irodalom érettségének, de hát gondolom elmosódnak határok egy ponton. Na jó van, hát sikerült, nem volt ez olyan nehéz egyébként. Ha nem pörgök meg 8-szor, akkor sokkal egyszerűbb és magától értetődőbb lett volna. Most az lenne a feladat, hogy ezt így egyre magasabbra vinni a nehézséget, hogy minél kevesebbet hibázok, annál kevesebbet kell behozni, tehát annál jobb lehet az AI. Értitek? Szóval valami ilyesmi itt az elképzelés. Most van 4:09. Wow. Főleg, hogy 4:07-kor kezdtem a streamet, igaz? Figyelj, most 35-ös AI volt, tehát a 40-es AI, igen, valószínűleg az is működhet. Gábor, nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon király vagy. Köszönj meg a reklámokat! Hát nagyon szívesen. Nehogy nem maradj itt a legizgalmasabb részről. Nézzünk egy highlightot, figyelj, várjál. Most jön a lényeg. View highlights. Lássuk, ki volt az MVP. Na, ráesett a kamerára a víz, erről ennyit. Nem látunk semmit se, nem. Ott vagyunk valahol a hátulján egyébként, mert hogy ugye nyilván onnan indultam én neki ennek az útnak. Ott vagyok én. A rajtban nagyon rossz vagyok. Mindig elindul minden irányba ez a jármű, csak arra nem, amerre kéne. Hát, hogyha nem tudnád, hogy melyik a player irányította az autó, elég könnyen kiderül. Kiáll, mint egy fájó nagylábúj. Vagy hüvelykúj, attól függ. Nem, a tó a nagylábúj. Akkor kiáll, mint egy fájó hüvelykúj. Igen, itt még jó volt minden, aztán minden elromlott. Ja, ezt még belassíthatod. Hol vagyok? Ott vagyok.
Amúgy be van kapcsolva az RTX, csak mondom. Úgyhogy azért csillog minden ilyen szépen, meg tükröződnek a pocsajákok. A HLS-os téma nem bebug... Nekem be... A HLS-os téma nem bebugol, mindig kikapcsol random a játék. Vagy csak ez konzoloknál van? Na, ezzel még nem találkoztam. Pedig izgalmas lenne. Szia, én Krisztán, milyen ezért tök jó itt vagy. A következő izgalmas dolog a játék szerint az 15. körben történt, ami egy megpörgés. Kösz játék. Túl jó vagy hozzám. És előtte az előzések azok sem a fukok? De tényleg lesz arja, nézd meg, hogy mindenkit is megelőztem. Szóval mondja, hát az megtörtént, de hát hogy megtörtént, az már sose derül ki. Mióta voltál ott, cica? Imádom, most a macska ráfekszik a számítógépre, amikor streamelek. És csak ott fekszik, és onnan veszem észre, hogy ott feküdt, hogy leugrik róla. Mondjuk ezeket a kamerákat akár le is lehetne törölni, vagy nem tudom. Tehát értem, hogy az a versenykamerában ott van az eső, de azért itt ne legyen már ott az eső, e. Hopp, hopp, bye! Fuck that table in particular. Hát ez egy nagyon izgalmas highlight volt, tényleg. Minden benne volt, csak az, ami történt. Köszi szépen. 1.22.8 lett végül a legjobb idő. Hát igen. Meg volt egy DNF-ünk. Na most nem tudom, mit csináljunk. Nézzünk-e meg egy 12 körös versenyt? Nem, csak frusztrálna. Nem. Azt akartam mondani, hogy olyan AI-jal, amit megérdemlek, de csak frusztrálna. Most néztem meg az új Bohém Rhapsody-t. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Remélem tetszett. Nem a legizgalmasabbak ezek a részek már, de mindig van mit csinálni. Aki nem tudná, Crusader Kings 3 Let's Play sorozatról van szó, YouTube-on fut, és az a cím, hogy Bohém Rhapsody-ja. A másik opció az az, hogy egy F1-es autóval, mondjuk ezzel, megyünk egy pár kört valahol máshol. Vagy itt. Mert igazán jó köridőm még nincs. Csinálj egy online versenyt, így nézd meg, kik csatlakoznak. Az izgalmas lenne. Nem biztos, hogy szeretnék online versenyezni ebben a játékban, ne? Viktor kezd beszerveződni. Mint a Forma 1-ben vagyok, Crusader Kings-ben. A Forma 1-ben nem valószínű. Lehet, de csak lehet, hogy a stream közben elkezdtem játszani az F1-21-jel. Ja, mert fenn van izén a Game Pass-on. Hát akkor ezért voltál nagyon csöndben, te. Mi a következő utána? Spanyolország jön majd Miami után? F1-ben, elvileg Zsolti kedvet csinált neki. Jó, de akkor Zsoltival fog játszani, nem velem. Ez tök szomorú. Mondjuk csinálhatnánk ligát. Az mi belül lenne már? Egy magyar F1 streamer liga. Ugye a rajtszivikék csinálnak ilyen liga versenyeket. Na azt nézem, hogy Miami spanyol nagy díjon utána. Hát ez szomorú. Mondjuk azért én megnézném, Viktor, hogy nem mindegy.
Ez egy izgalmas felvetés. Tudjátok mit, menjünk aludni. Én azt mondom, hogy ez a stream most ennyi fért, az a helyzet. Péntek van, menni kell bulikázni természetesen, nem aludni. Vár a bulika. Juhú! Indul a parti, stb. Valami. Most kezdődik az Free Practice 1, ha valaki nézni. Ja, arra azt is lehet ugye nézni. Bulikázni, nem vagyunk már 20 évesek. Te lehet nem vagy 20 éves, de más lehet, hogy 20 éves. Például Máté, ő kevesebb, mint 20 éves, probably. Vagy a körül van. És most mehet bulizni, mert túl van az érettségi legnehezebb részén, vagy valami ilyesmi. Gábor is 19. Ennyi vagy. Ennyi vagy te GK. Nincs neked igazad. Jó, na, figyeljetek, mondom, mi lesz még a hétem. A következő stream az holnap lesz, úgyhogy nem kell sokat aludni. Pontosan egyet kell aludni, vagy kettőt, hogyha ilyen delelős típusok vagytok. De holnap este 6-tól lesz egy hosszabb stream, az nem ilyen kis nyúlfalak lesz, mint az a mostani. És az Crusader Kings lesz. Folytatjuk, vagyis befejezzük most már reményeim szerint a Crusader Kings 3 1.2, 1.3 hanyas patch van most? 1.2-es patch van most, azt hiszem. Szóval az utolsó achievement ránt ebben a patchben. És utána, hát nem tudom, hogyha azzal hamar végzünk, mit fogunk csinálni. Majd valamit kitalálunk. Van egy jó ötletem egyébként. De, igen. Szóval, hogyha az megvan, akkor utána már nem is kezdünk bele újba, hanem a szombati streamek valami más játékok lesznek egészen addig, amíg meg nem jelenik az új DLC és új patch. Szeretek az angol teát, a teljes teát? Én néha iszok. It's fine. Szóval ez lesz holnap, és aztán utána pedig hétfőn viktorozunk, ugye megint csak. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a támogatásotokat, nagyon örülök, hogy itt voltatok ma, remélem jól szórakoztatok, és hát ugye úgy van, hogy ha a Forma 1 miatt jöttetek, az lesz még, mert minden olyan héten, amikor van nagy díj, előtte csütörtökön szoktunk lejátszani azt a nagy díjat itt virtuálisan, viszont... Most ugye ez péntek volt, meg a Miami-t nem is tudtuk lejátszani, de a következő az, ha minden igaz, akkor a spanyol nagy díj lesz 22-én, tehát akkor 19-én, május 19-én lesz a következő Forma 1-es stream. Legalábbis ilyen keretek között. Úgyhogy legyetek jók, találkozunk holnap, vagy hétfőn, vagy 19-én, és gyertek Discordra megbeszélni a versenyt, mert ott meg ilyen izgalmak zajlanak. Sziasztok!